Minden csapat életében fontos esemény az éves csapatfotózás, nincs ez másképp női labdarúgóink esetében sem. A lányok ezúttal is fokozott lelkesedéssel készültek az alkalomra. Mi a nehezebb, egy mérkőzésre, a bajnokságban felkészíteni fejben a lányokat, vagy arra, hogy mindenki a magának megfelelő módon kész legyen egy fotózásra? Szerintem a fotózásra, ugye a lányokról van szó, úgyhogy folyamatosan cserfelnek itt a fényképezés közben. A bajnoki mérkőzések való felkészülésben azért nagyobb rutinunk van, fotózni általában egyszer-kétszer járunk egy évben, úgyhogy ez egy nagyon komoly feladat, egy nagyon komoly edzői feladat. Hát mivel lányok vagyunk, úgy gondolom, hogy mindig nagyon izgatottak vagyunk, mikor kapjuk a hírt, hogy jönni kell fotózásra, úgyhogy ilyenkor mindenki próbálja kicsit kiszépíteni magát, és szeretné mindenki, hogy jól sikerüljön ez a kép. Úgyhogy izgatottak vagyunk mindig egy ilyen fotózáson, úgyhogy örülünk, hogy van ilyenre lehetőség. Ki az, aki a legtöbbet szokott a csapatból készülni egy ilyen alkalomra? Hú, hát talán Nagy Virág és Puszta és Sára, aki mindig komolyan veszi, és hajvasalás, mink, minden. De azt gondolom, hogy tényleg mindenki igyekszik nagyon jól kinézni ezeken a képeken. A rutinos résztvevők mellett olyan is akad, akinek ez az első fotózása a Ferencváros játékosaként. Yes, I think a photo day is always a fun day. Egy fotózás mindig jó móka, ez a mostani pedig különösen. Nagyon büszke vagyok rá, hogy ennek a csapatnak lettek a tagja. Mindannyian izgatottak vagyunk a küszöbön álló szlovéniai út miatt, ez a mostani alkalom is a ráhangolódás része. Várjuk a folytatást. And prepare for what's next. Ahogy Betsy Brandon elárulta, nem véletlenül éppen most került sor erre a fotózásra. A képek a november 18-án szerdán 13 órától esedékes Pomurje elleni idegenbeli sorsdöntő bajnokok ligája selejtezőre készültek, amelyen a Ferencváros női csapata története során először harcolhatja ki a főtáblát a legrangosabb európai kupasorozatban, ha sikerül legyőznie a szlovén bajnokot. Az interjú készítésekor még egy hét hátra volt a mérkőzésig. Ennek szellemében készült rá a szakmai stáb és a játékosok egyaránt. Megpróbálnám még egyelőre kiverni a fejemből egy picit, de nagyon-nagyon nehéz, mert különben rányomná az egész munkánkra a bélyegét, hogy folyamatosan stresszben lenne az ember, és van azért most szerintem a mi életünkben éppen elég olyan tényező, hogy most stresszelt minket. Úgyhogy így készülünk, a csapattal sem váltottunk egyébként még egyetlen szót sem a szlovén bajnok csapattól. Most holnap elutazunk ugye egy kis rövid edzőtáborra Bükre, és majd ott fogunk egy pár videót megnézni, majd ott kezdjük el adagolni a játékosoknak azokat az információkat, ami szükség lehet a mérkőzésnek a sikeres megvívásához. Ezzel próbálkozunk most tényleg, hogy nagyon apránként adagoljuk nekik az információkat. Nem is beszélünk se edzésen, se a csapat összetartások alkalmával még erről a mérkőzésről. Bőven van időnk még arra, hogy ráhangoljuk a csapatot. Ez a mi oldalunk, de természetesen biztos vagyok benne, hogy ők már az összes létező szlovén csapat videót végignézték a YouTube-on meg a különböző videó megosztókon. Próbálnak véleményt alkotni maguknak az ellenfélről, ugye vannak saját személyes tapasztalataink nyáról ezzel a csapatról, meg az elmúlt évekből. Úgyhogy nagyon remélem, hogy lesz annyira rutinos mindenki, meg annyira felnőtt ember, hogy helyen tudja kezelni ezt a meccset, mert nagyon fontos lesz a tiszta fej, a higgadság és a megfelelő stressz szint majd ezen a mérkőzésen. Nagyon jó érzéseim vannak a szlovéniai meccsel kapcsolatban. Remek edzésünk volt tegnap is, a fontos meccs előtti hetünk is eddig tökéletesen telt. Nagyon keményen dolgozunk, készülünk a találkozóra. Próbálunk még egységesebb csapattá válni. Alig várom, már is bizakodó vagyok az eredményt illetően. Egytől egyig mindenki nagyon várja. Mindenki érzi azt, hogy mekkora súlya van ennek, és nagyon szeretnénk belépni ezen a kapun, hiszen utána már főtábla. Úgyhogy ezen dolgozunk tényleg minden egyes nap, és nincs olyan opció, hogy nem sikerül, szóval ezt meg kell ragadnunk, és sikerülnie kell. A Telekom.